Ismét a futásé lesz a főszerep május 20-án pünköst hétfőn Székesfehérváron. 13. alkalommal rendezik meg a Tiszta Egészséges Székesfehérvárét futóversenyt, ismertebb nevén a TESZ futást. A résztvevők 4,8 és 11,2 kilométeren, valamint háromfős váltóban állhatnak rajthoz, a depónia futás pedig 1,6 kilométeren várja, a kisebbeket és nagyobbakat egyaránt. Amikor először ezt megrendeztük, akkor egy hiánypótló rendezvény volt, hisz egész városban nem volt utcai futóverseny, azóta már szaporodik, de az iskolások, a gyerekek, a családok, a munkahelyek, azok változatlan örömmel jönnek el az eseményre, mert együtt futhatnak és közös céljaik vannak. Hírt Károly a célokkal kapcsolatban kiemelte, nem a minél jobb eredmények a mérvadóak, hanem leginkább az, hogy az emberek a futással tehetnek a saját egészségükért és a környezetvédelemért. A tesztfutás 17 órakor indul a Várkörútról, a Panoráma Office elől. Rekordszámú jelentkezés lett, minden eddig többen adták le 4,8 és 11 kilométerre a nevezésüket, és minden évben megbecsülni nem tudjuk, ugyanis a helyszínen lehet, reményeink szerint bőven 1000 fő fölött fognak futni majd a Várkörúton. A méltán népszerű depónia futás rajtja 18 óra 30 perckor lesz, szintén a Panorama Office-nél, a jelentkezés feltétele pedig a korábbi évekhez hasonlóan egy laposra taposott PET palack. Azonban érdemes már jóval a rajt előtt érkezni és jelezni a részvételi szándékot, hiszen az egykörös 1,6 kilométeres táv első 1000 jelentkezőjének idén is egy különleges depóniás póló lesz a jutalma. Nekünk a fontos a tisztaság, és évek óta a szelektív gyűjtésre szeretnénk felhívni a figyelmet, és arra kérünk mindenkit, aki szeretne részt venni a depónia futáson, tehát ezen a nagy rendezvényen belül azon az eseményen, aminek mi vagyunk a névadói, hogy hozzon legalább egy PET palackot, és azt helyezze el a hulladékgyűjtőbe. A 13. tesztfutás az Aktív Magyarország programjai között is szerepel, a szakemberek pedig mozgó sportlaborral és egészségügyi tanácsadással várják a résztvevőket. Köszönöm szépen az Araknak, a depóniának, akik a nagy részét vállalják a szervezésnek, a lebonyolításnak, és annak a sok-sok száz ezer embernek, akik pedig ilyenkor eljön és tesz az egészségért és a környezetért is, hiszen ez a legfontosabb, ez a lényeg ennek a napnak. A május 20-ai tesztfutás alatt a Várkörúton az Országzászló tértől a Petőfi utcáig, és a Rákóczi úton a Várkörút és a József Attila utca között forgalomkorlátozás várható. A buszok módosított útvonaláról és a forgalmi rend változásairól az arakatletika.hu/tesz oldalon lehet tájékozódni.